Abszolút jó volt, amúgy kimozdulni is jó volt, nem csak így így a belföldi úszodákból, hanem így tök jó volt amúgy most így külföldre is utazni egy picit, tehát abszolút én jól éreztem magam, meg amúgy minden adott volt ahhoz, hogy egy tök jó verseny lehessen, tehát ugye én ugye tavaly nem voltam, de most idén, mert ugyanott volt a szállás, meg az uszi is, mint tavaly, és csak egy zebrán kellett átmenni az úszodához, tehát abszolút tök jó volt minden. Hatalmas elvárásokkal én amúgy nem utaztam ki, leginkább csak annyi volt, hogy a jelenlegi formámmal minél többet hozzak ki az úszásomból, és ez szerintem abszolút sikerült. A 400 gyorsnak egész meglepően könnyedén ment. Mondta is edzőm, hogy egy 3.58 is jó, vagy bármi, amit most én ki tudok hozni magamból, de ahhoz képest egy nagyon jó formába tudtam ott lenni, és egy tök jót tudtunk versenyezni, aminek nagyon örülök. Mit jelent ez ilyenkor februárban ez a 350? Hát pont azt jelenti, hogy jobb úton járunk, mint az előző felkészülésben, mivel az előző felkészülésben volt egy verseny Székesfehérváron, vagy Kecskeméten, nem is tudom pontosan, és ott úsztam egy 356-ot, de ugyanígy egy ilyen 2 hónappal a főverseny előtt, és ott még azért tudtam volna jobbat jönni egy picit, de nem annyit, hogy ez 350 legyen. És ez azért mindenféleképpen biztatóbb, hogy most azért sokkal jobbat tudok jönni, már most, így februárban, mint az a 356, amit azon a versenyen tudtam. Nyilván az egy kisebb verseny volt belföldi. A hátúszással is jelenleg azért úgy vagyok, hogy nem ment egy ideig, de most azért egész jól megy. Valamelyik versenyen, azt hiszem az egyik OB-n még tavaly, úsztam az utolsó napon egy váltóba. Ja, pont felnőtt tóben. És akkor lett valami 55 valamennyi. Szóval amúgy nem is vészes, meg azt nem is éreztem nagyon rossznak magát az úszás sem. Edzéseken tök jó, mert azzal fel tud menni a teljesen, és az edző szempontjából tök jó. De most versenyeken is azért egyre jobban tud menni. A pillangóra meg nem azt, hogy nem szeretnék, edzéseken most tök jól megy, tehát olyan időket úszok, amik még engem is meglepnek, és azt próbálgatjuk így most próbálgatni így versenyeken, több-kevesebb sikerrel, de majd ez még elválik. Mindenféleképpen szeretnék a gyors mellé még valamit. Hogyan fog kinézni neked ez a 20-21-es év? Beszéltünk edzőmmel, de jelenleg, ami így be van táblázva, az csak a tüske uszodai csütört, vagy a szerda csütörtöki verseny. Azon kívül, hogy mikor, hogy lesz, és hogy más verseny mikor lesz, azt nem tudom. Nem tudom, ugye az EB-t tervezik májusban, de ugye még az se teljesen biztos, meg ugye ott a felnőtt OB márciusban, március végén, úgyhogy nagyjából ugyanaz az etap, mint ami szokott lenni, de még ugye ezek sem biztosak. Tehát mondjuk azt, hogy nem mertek tervezni? Én szeretnék tervezni, meg én tervezek is ezekkel a versenyekkel, csak lehet, hogy majd a kivitelezésben, majd ez a drága járvány, ez bele fog még szólni, de én szeretném, hogy úgy alakuljon, ahogy alakulnia kell.